észrevenni az, hogy mi irigyek vagyunk. Tehát meglátjuk embertársainkban a negatívat, néha a pozitívat is, de viszont magunkban nehéz meglátnunk. Ugye a szálkát hamarabb észreveszünk a szomszédban, mint nálunk a gerendát. És zavar az irigység, de viszont az nem csupán, hogy nem zavar, hogy mi irigyek vagyunk, hanem észre sem vesszük legtöbbször. És a kérdés az, hogy miért van irigység a világban. És a képernyőre is fel is tettem a választ a kérdésre, legalábbis azt a választ, amit én kaptam a reggel Isten kegyelméből. Azért van irigység a világban, drága barátaim, mert az ember halkan sír, de hangosan nevet. És ezt még úgy is lehetne fogalmazni, hogy az ember titokban sír, de nyilvánosan nevet. És amikor egy olyan ember, aki nyakig benne van a melankóliában, a problémáiban, látja a szomszédot nevetni, hangosan hahotázni, röhögni, ugye? Akkor azt mondja, hogy azt gondolja egy darabig, hajlamos azt gondolni, hogy csak ő van abban a nyomorúságos helyzetben. És mindenki más rajta kívül élvezi az életet, minden oké. Drága barátaim, a válasz kérdésre az, amit az előbb is mondtam, az ember halkan sír, titokban sír, de hangosan és nyilvánosan nevet. Ez itt mindannyian elhitetjük egymással, hogy minden oké a mi életünkben. És könnyen megtörténhet, hogy aki minket lát, azt gondolja, hogy nálunk minden oké, csak ő van abban a nyomorúságos helyzetben, hogy sírnia kell. Ugye ez a két mutatás, aminek tulajdonképpen a művészete, meg a tudománya egyre csak fokozódik. Tehát úgy is lehet mondani, egy művészi ággá nőtte ki magát a képmutatás, főkép, amióta van Facebook és ilyen közösségi média. Tehát az ember, tehát mindenki egy színész gyakorlatilag, van, aki tovább tanul, ilyen értelemben. Azt hiszem, hogy a válasz nagyjából érthető, el lehet rajta gondolkodni, miért van irigység a világban. Hogyha zavar az irigység, akkor mi hogyan tesszük embertársainkat irigyé, annélkül, hogy tudnánk róla. Amikor jó hangosan nevetgélünk, és nyilvánosan, és azt, amikor szomorúak vagyunk, azt nem valljuk meg, ugye? Azt, amikor lent vagyunk, és főképp amikor rá is jöttünk arra, hogy miért vagyunk lent, ugye? Szembesültünk a gyarlóságunkkal, a gonoszságunkkal, a bűneinkkel, azt nem valljuk meg, azt szépen eltakarjuk, csendesen elsírjuk, ugye? Tehát nincsen úgymond ilyen nyilvános bűnvallás. Csak mint a katolikuséknál, bemennek a gyóntatószékbe, és titokban elmondják a fájdalmaikat, a bűneiket az emberek. De hogyha szépen mindenki nyilvánosan elmondaná, főképp a barátainak, akikkel nap mint nap találkozik, hogy ő hogyan szokott sírni, és miért szokott sírni, mi szokta őt gyötörni közbe-közbe, megvallaná, azzal egyrészt magán is könnyítene, segítene azzal, hogy szembesíteni magát a saját gyarlóságával, gonoszságával, hazugságaival, és a szomszédot sem tenni irigyé, teljesen fölöslegesen, és nem hitetni el vele, hogy csak ő az a nyomorult, akinek súlyos problémái vannak, meg lelki vívódásai. Keresztapám egy nagyon vidámkedélyű ember volt, akkorákat nevetett, mindenből poént csinált. Egyik legvidámabb és legpoénosabb ember volt a világban. Nyomorúságos halál lett. Nyomorúságos lett az élete vége. Mert ő is titokban sírt, úgymond halkan sírt, és jó hangosan és nyilvánosan nevetett. És a problémák csak gyűltek. Senkinek nem vallotta meg a saját gonoszságait, a saját bűneit. Nem mondta el, hogy te figyelj meg. Én nem vagyok éppen frankó ember, mint amilyennek kinézek kívülről. Senkinek nem vallotta meg, és ezért ottan bent halmozta, és aztán érkezett az a pont, amikor az robbant belülről kifelé, és elpusztította őt. Úgy gondolom, hogy egy tanulságos felismerés. Én örültem, hogy megoszthattam, remélem, hogy te is örülsz annak, hogy hallhattad. Isten áldjon, sziasztok!